A tudósítók is találgatták, merre mehetnek szabadon. Ez volt az első parlamenti ülés, amióta Kövér László az ülésterem környékéről is kitiltotta az újságírókat. Az újságírók ezentúl csak meghatározott útvonalakon közlekedhetnek, a sajtótermet pedig egy olyan emeletre helyezték át, ahová szinte sosem téved politikus. A szexbotrányba keveredett és egy blogon korrupcióval és kábítószerfogyasztással is megvádolt Borkai Zsolt ügyéről így nem lehetett kérdezni a kormánypárti politikusokat. Több ellenzéki képviselő azonban az ülésteremben is szóba hozta a botrányt. Amikor a kokózásért nem polgármesteri széka jutalom, hanem minimum egy elvonó, akkor lesz majd itt keresztény rendszerváltás. A luxushentergő Borkai Zsoltból nem egy darab van ebben az országban, hanem Borkai Zsoltok százával rohangálnak ebben az országban a maguk álkeresztény, ilyet kereszténynek hazudott Fideszében. A miniszterelnök nem beszélt a Borkai ügyről, de a Jobbik kritikáját visszautasította. Kereszténységből és erkölcsi kioktatásból, bár jó tanácsokra mindig szükségünk van, kisnyilasoktól ilyeneket nem fogadunk el. Kontrát Károly, a belügyminisztérium államtitkára pedig azt közölte, a Borkai Zsoltot érintő ügyekben zajlik a nyomozás. A botrány miatt a polgármester múlt héten kilépett a Fideszből. Kossa Lajos volt kampányfőnök a Hírtévében most arról beszélt, hogy Győrben jobb lenne időközi választást tartani. Egy tisztességes választás egyenlő feltételekkel sokkal jobbat tenne a Győrnek és neki is, mint bármilyen halogató magatartás. Borkai Zsoltot hiába kerestük. A polgármester múlt héten azt mondta, ki akarja tölteni az 5 éves mandátumát, és Győrt a Fidesz-KDNP támogatásával vezeti tovább.